Köszöntöm nézőinket! Önök a Dunajváros Televízió Mozaik című közéleti magazinját látják. Megjelent a kormánydöntés. Különleges gazdasági övezetté nyilvánította a kormány Iváncsát és Rácz-Almást. A hétfőn este napvilágot látott rendelet nyomán milliárdos iparűzési adóbevételtől esik el Dunajváros. A Dunaújváros több millió forintnyi adóbevételtől megfosztó javaslatra rögtön reagált a városvezetés. Kálló Gergely országgyűlési képviselő és Pintér Tamás polgármester, valamint a város alpolgármesterei közös, rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak a Hangok téren, a város határában üzemelő abroncsgyár előtt. Egy olyan példátlan eset történt meg városunkkal, amely Magyarországon még mindezidáig nem történt meg. Elvették dunaújvárosiaknak azt a pénzét, amiért megdolgoztak, azt a pénzét, amit évek óta kapott a mögöttem látható Hankook gumigyártól is. Ennek a rablásnak a kiagyalója dr. Dorkota Lajos volt, akinek a tervét Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlésnek az elnöke, Fejér megye 4-es számú választókerületének választókerületi elnöke, tehát a helyi szervezet vezetője kezdeményezett Dunajváros ellen. A tegnapi napon a 362/2021-es kormányrendelet értelmében Iváncsa és Rácz-Almás települések közigazgatási területén kulcs- és adonyközség bevonásával különleges gazdasági övezetet alakítottak ki. Ezzel a döntésükkel a Dunajvárosnak járó közel évi 1,5 milliárd forintot egészen egyszerűen városunktól ellopták. Mind a kettő településsel szerződése volt Dunajvárosnak, amely szerződésben elismerte azt Iváncsa és Rácz-Almás település, hogy Dunajváros megyei jogú város önkormányzata jogosult arra a pénzre, amelyet befektetett ennek a két településnek a területén kialakítandó gyároknak a létrehozására. A szerződésből engedjenek meg, hogy ismertessek egy részletet. Az érintett területekről befolyó helyi iparűzési adó fele Rácz-Almás Iváncsa önkormányzata, másik fele pedig Dunajváros önkormányzatát illeti meg, tekintettel arra, hogy az érintett terület ugyan Rácz-Almás és Iváncsa közigazgatási határain belül helyezkedik el, Dunajváros segítsége és szerepvállalása nélkül azonban a bevételt eredményező beruházások nem jöhetnének létre. A polgármester kiemelte, nem hagyják annyiban, hogy meglopják a várost. Az Alkotmánybírósághoz fordulnak a kormány döntés ellen. Én azt gondolom, hogy azok az indoklások, amelyeket az elmúlt időszakban hallhattunk a Fidesz kormányzat részéről, akár a parlamentben is egy-egy felszólalása után Kálló Gergely országgyűlési képviselőnek is, amelyre válaszoltak, amiben úgy válaszoltak a kérdésére, hogy egészen egyszerűen szolidárisnak kell lenni a kis településekkel szemben, az ott élőkkel szemben, és majd ezután, majd őköztük szétosztva ezt a pénzt, tudunk majd egy igazságosságot tenni Fejér megyében. Én azt gondolom viszont, hogy ezt a mondatokat nem gondolták át, hiszen hogyha utána néztek volna, az eddigi elosztás szerint 52 ezer lakos kapta meg ezt az összeget, innentől fogva 15 ezer ember között fogják szétosztani ezt a pénzt. Dunajváros megyei jogú város önkormányzata, a mögöttem álló alpolgármesterek, és jó magam is, nem fogjuk hagyni ezt, hogy ez a döntés ezentúl Dunajvárost ilyen módon károsítsa meg. Nem fogjuk hagyni, hogy ezt a döntést következő években is végig tudják vinni. Éppen ezért Alkotmánybírósághoz fogunk majd fordulni, és ezt a döntést megpróbáljuk érvényteleníteni. A sajtótájékoztatón Pintér Tamás polgármester mellett Kálló Gergely is bírálta az ítéletet. Ami eddig jog volt, innentől kezdve kegy lesz, fogalmazott térségünk országgyűlési képviselője. A beérkező iparűzési adót nemes egyszerűséggel átadták Székesfehérvárnak, és a székesfehérvári fideszes nagyurak, dr. Molnár Krisztián fog a visszaosztásról dönteni. Nem tudjuk, hogy tájékoztatták erről a lakosokat. Egybe biztosak lehetünk. Ami eddig jog volt, és amit eddig jogszerűen
megkapott a polgármester úr által említett 51 ezer itt élő, az innentől kezdve kegy lesz. Évről évre a fideszes nagyurak kegyén fog múlni az, hogy ki mennyit és mikor kap vissza, és mikor kap meg. Iváncsának el kell szenvednie a környezetkárosítást, a porfelhőket az építkezés által. El kell szenvedniük azt, hogy a településük egy-két éven belül teljesen meg fog változni. Etnikailag és település szerkezetileg is. Ennek fejébe reménykedhettek egy magas iparűzési adóban, de tudnak-e arról, hogy a sok kár ellenére nem fogják közvetlenül megkapni ezt az iparűzési adót, hiszen a polgármester úr átadta dr. Molnár Krisztiánnak ezt a jogot, hogy visszaoszthassa. Nem hiszem, hogy tudtak róla az itt élők. Kálló Gergely hangsúlyozta, a döntés gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden dunaújvárosi zsebéből 100 ezer forintot vettek ki. Ha csak számszerűsítjük a dolgokat, akkor csak ebben az évben minden dunaújvárosi zsebéből 100 ezer forintot vettek ki. Ha arányosan nézzük meg, akkor az említett két településre tekintve ez majdnem eléri az 1 millió forint per főt. Ennyit lopnak el az itt élőktől. Ez felháborító, botrányos és elfogadhatatlan. Megoldásnak mi is azt látjuk, mindannyian azt látjuk, hogy 2022-ben alakuljon végre egy olyan kormány, ami szolidáris, nem egymás kifosztására alapozza a politikáját, és nem arra alapozza a politikáját, hogy településeket egymás ellen kijátszon, hanem arra, hogy mindenki egyenlően részesedjen és igazságosan a javakból. Mi Dunaújvárosban és a körzetben már bizonyítottunk, többször bucira vertük a Fideszt, így fogunk tenni 22-ben is, és hogyha nem akarják a magyarok azt, hogy kényük, kedvük szerint a fideszesek úgy játszanak a pénzeikkel, ahogy akarnak, akkor dolgozzunk közösen azon, hogy megvalósuljon ez a kormányváltás. A kormány döntéséről szóló, illetve a sajtótájékoztatón elhangzottakból készült írásos összegzést a D-on olvashatják az érdeklődők. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal is úgy ítélte meg, hogy a DVCH Kft. Nem alkalmas a távhőszolgáltatásra. A hivatal a DVG ZRT helyett azonban az állami tulajdonú MVM oroszlányi távhőszolgáltató ZRT-t jelölte ki arra, hogy július 1-től átvegye a feladatot Dunaújvárosban. Mint arról már korábban beszámoltunk, április végén mondta fel az önkormányzat a DVCH-val kötött szolgáltatási szerződést, miután a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vizsgálata megállapította, hogy a DVCH Kft. Súlyos hibákat követett el akkor, amikor február első hétvégén korlátozta a távhőszolgáltatást a városban. A továbbiakban a szolgáltatást az MVM oroszlányi távhőszolgáltató ZRT fogja nyújtani, ennek részleteiről számolt be Szabó Zsolt alpolgármester. Nagyon fontosnak tartom itt hangsúlyozni azt a tényt, hogy a város távhőhálózata az önkormányzat tulajdonában álló DVG ZRT tulajdona. Ugye sokan hivatkoztak arra, hogy a DVG-nek semmilyen a szolgáltatáshoz szükséges eszköze nincsen. Ezt világosan tudjuk azzal cáfolni, hogy a távhő hálózat, amelyen eljut a távhő a dunaújvárosi lakosokhoz, az a DVG tulajdonában van. A vállalkozókkal megállapodtunk abban, hogy legsikeresebben tudjunk üzemzavarokat elhárítani, tudjuk üzemeltetni a hálózatot, és voltak már kész megállapodás tervezeteink arra is, hogy hogyan tudunk hőt vásárolni, használati melegvizet biztosítani a mostani nyári időszakban. Azonban a következő fontos dolog, amiről beszélnünk kell, az az, hogy hogyan is döntött a MEH. Óriási örömmel jelentettem be, azt gondolom, hogy egy történelmi döntés született, hogy Dunaújvárosban július 1-től nem a DVCH szolgáltatja a távhőt. Ugyanakkor a víz- és csatorna szolgáltatásról még nem született döntés, hiszen az december 31-ig még a DVCH Kft. Látja el. Ugyanakkor a MEH ezen döntésével egyidejűleg az MVM oroszlányi távhőszolgáltató ZRT-t jelölte ki arra, hogy a továbbiakban kijelölt engedélyesként távhőt szolgáltasson a dunaújvárosi polgároknak.
Szabó Zsolt kiemelte, a DVG ZRT munkatársai már hónapok óta készültek a szolgáltatás átvételére. Úgy döntöttem meg, hogy végül nem a önkormányzati tulajdonú DVG ZRT-t jelöli ki, hanem helyette az állami tulajdonú MVM Oroszlány távhőszolgáltatói ZRT kapott engedélyt arra, hogy július 1-től ellássa a Dunajvárosi távhőszolgáltatást. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy a DVG készen állt a feladat ellátására, és ebből fakadóan jobb választás lett volna, mint az MVM, hiszen hónapokat dolgoztunk a biztonságos átadás átvétel megteremtésén, hónapokat dolgozott a DVG ZRT a távhőszolgáltatásra való felkészülésen, ezzel szemben az MVM-nek 6 napja marad arra, hogy ugyanerre felkészüljön. Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester hangsúlyozta, a teljes átadás átvételi folyamat az állami cég felelőssége. Innentől kezdve azonban azt szeretném leszögezni, hogy a teljes átadás átvételi folyamat az állami cég felelőssége, és az ő felelősség az is, hogy az átadás átvétel és az ezt követő szolgáltatásról teljes körűen tájékoztassák Dunajváros polgárait. Itt nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy az önkormányzat természetesen mindenben segíteni fogja a szolgáltató céget, hiszen a közös érdekünk az, hogy a lakók a legjobb szolgáltatást kapják. A MEH egyébként azzal indokolta egészen pontosan a döntését, az, hogy azért nem a DVG-t jelölte ki, mert a DVG és a DVCL között olyan mértékben mérgesedett a kapcsolat, ami a távhőszolgáltatás átadás átvételi folyamatának a végkezvitelét nehezítette volna. Itt szeretném egyértelműsíteni, hogy bár nem volt felhőtlen a kapcsolat a DVCH-val, de szó sem volt arról, ami az előző városvezetés idején megtörtént, hogy bírósági perek tucatjai indultak volna a felek között. Mi igyekeztünk a nézeteltéréseket a tárgyalóasztalnál rendezni. Az alpolgármester hozzátette, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal azzal indokolta a döntését, hogy a DVCH és a DVG közti nézeteltérések megnehezítenék a szolgáltatás zökkenőmentes átvételét. Pász Péter már több évtizede vasműs munkavállaló, jelenleg az ISD Kokszoló Kft. Műszaki igazgatója. A szakember számára már gyermekkora óta fontos a sport, tapasztalatait és tudását a Dunafer esek kajakkenú és sárkányhajó szakosztálynál kamatoztatja. A Dunai Város sportolójáért díjas kollégával beszélgettünk. Most következő 2019-es összeállításunkban. Pász Péter vegyészmérnökként végzett a Veszprémi Felsőoktatási Intézményben, már ez idő alatt is kapcsolatban állt a vasművel, ösztöndíjszerződéssel. A diploma megszerzése után a Kokszolóhoz került, és azóta is ott dolgozik, jelenleg műszaki igazgatói pozícióban. 1979-ben érettségeztem a Bánkiban, Helyiszak Középiskolában, utána Veszprémben tanultam tovább, vegyészmérnökként végeztem 84-ben. Végig volt vasmű ösztöndíjszerződésem, és vegyészként a Kokszoló gyárrészlekhez kerültem annak idején, és nagyon-nagyon nehéz volt az eleje belekerülni egy ilyen nagyon finom egyetemista életből egy nagyon durva anyagi világba, és nagyon megszerettem érdekes módon, teljesen bejött, és már imádom csinálni, gyárban csinálhatok, sok beosztásom volt. Ami érdekes, hogy én sohasem akartam feljebb kerülni, kitörni, valahogy úgy mindig úgy előrébb kerültem, megtaláltam a munkát, megtaláltam a nehézségeket, ezeket megoldottuk valamilyen szintig együtt kollégákkal, és ennek hatására választottak, kiemelkedtem följebb. Jelenleg 2001 óta vagyok a ISD Kokszoló Kft.-nek a műszaki igazgatója. A reggeli műsor általában mindig ugyanaz, átnézni, mi volt előző nap, termelés, karbantartási oldalt, ezt megbeszéljük kollégákkal reggeli megbeszélésen, és utána nagyon változatos, és ez is jó benne, hogy hol egyik üzemrésszel foglalkozunk, hol a másik üzemrésszel foglalkozunk, fejlesztésekkel, beruházásokkal, személyügyekkel. Ezért jó, mert mindig más lehet csinálni. A tevékenységem részben irodában zajlik,
de nagyon gyakran kimehetek üzembe is, és azt igazából szeretem. Tehát látni, hogy mi történik a termelőegységek között, az emberek hogy dolgoznak, milyen problémáik vannak, mik a nehézségeink, ezeket lehet kint megtalálni és megoldani. Pász Péter már gyermekkora óta sportol, a középiskolai tanulmányok alatt vált kajakossá, és már több mint 15 éve tölti be a Dunafer Sportegyesület kajakkenu és sárkányhajó szakosztályának vezetői posztját. A szüleimtől szeretném ezt a részt kezdeni, ők nagyon nagy túrázók voltak, és engem mindig vittek kirándulni, ha szerettem, ha nem. De megszoktam és megszerettem, így tudom kötődni a természethez. És amikor a Bánkiban tanultam, akkor lettem kajakos, imádtam ezt a világot, jó csapatban, jó levegőn, mozgás, barnák voltunk, napoztunk, meghaltunk a vizen, és imádtuk az életet. Kiváló edzőim voltak, Hubikné, Tarján Éva elsősorban, és nagyon jó volt. Amikor Veszprémbe kerültem, ott nem volt ilyen vizes lehetőség, ott minden másra próbálkoztam, de nem annyira szerettem azokat a mozgásfajtákat, és később, mikor már itt a városban lakva családunk lett, lejárogattam a csónakházba, kértem kölcsönbe egy kajakot, kivittem evezni, és a pár metr azt mondta, hogy na, megyünk már egy kajakot. És ettől kezdve rendszeresebben jöttünk le, már főleg együtt is, és nem is tudom, hogy mikor, de felkértek, hogy segítsek már megoldani egy kis műszaki problémát, egy kis ezt, azt, és szép lassan átalakult a tevékenységem a saját kajakozósból a társadalmi munkát végző szakosztályvezetői tevékenység felé. Ez olyan 2003-4 között történhetett. Pász Péter elmondta, a Dunaferben végzett munkáját kiegészíti a sport és az egyesületi tevékenység. Feltöltődést jelent számára a szakosztály támogatása, és ebben felesége, családja is partner. A munkaidő a gyárban az nem csak 8 óra, hanem inkább 10, kicsit néha több is. De ha csak azt tudnám csinálni, és nem lenne más kiegészítő tevékenység, az nagyon nehéz lenne és fárasztó. Hát engem a kajakkenu szolgálata, amit itt annak tekintek és örömmel végzem, az erővel tölt fel, érzelmi töltést ad, itt barátságokat találunk, versenyeken szurkolunk, megoldunk szervezési kérdéseket, nehézségeket. Ez mind-mind kiegészíti a vegyészmérnöki kokszolós tevékenységemet. Kell, tölt. A család megsegít benne, mögöttem vannak, előbb is említettem, a párom jár velem kajakozni, tehát sokat vagyunk együtt és a vizen. Indult egy túraszakosztályunk, tehát rengeteget megyünk együtt hétvégenként vízre, Dunára, evezünk velük, igyekszünk a várost megmozgatni. Tehát nem csak az a célunk Pető Zsolt elnök úrra, hogy termeljünk ki él sportolókat, hanem célunk az is, hogy a városban élőknek adjunk lehetőséget arra, hogy mozogjanak. A kimagasló színvonalon, lelkiismeretesen és példaértékűen végzett sporttevékenységének elismeréseként Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése a Dunaújváros sportjáért díjat 2020-ban Pász Péternek adományozta a februári ülésen. Nagyon meglepődtem és örülök ennek az elismerésnek. Azért tartom nagyon értékesnek, mert ez nem olyan, mint egy versenyen befutni a célba és valahanyadikként helyezést kapni. Erre senki nem számít, aki ezt megkapja szerintem. Tehát ez tényleg az, amit úgy adnak valamennyi tevékenység, valamennyi időben végzett munka után, ezt nem lehet elvárni, csak örülni lehet neki. Hogy mit ad? Hát egyrészt hallgattam, ahogy a versenytársak, az edzők, az elnök úr nyilatkozott rólam, és ez nagyon-nagyon felemelő volt. Fantasztikus érzés volt hallgatni. Külön a értéknek tekintem azt, hogy ahogy ezt megkaptam ott a közgyűlési teremben, az is óriási élmény volt, és rengetegen hívtak azóta, rengetegen dicsértek, és ismertek el a munkámat, és én ezt nem is éreztem eddig munkának, és még most sem érzem annak. Ez egy nagyon kellemes, bár néha harcos tevékenység, és örömmel fogom később is folytatni.
Pász Péter pénzügyi támogatóként is lényeges szerepet vállal a szakosztályban, hiszen minden évben jelentős összeggel segíti a működést. Az önkéntesség jó példája, ugyanis feladatait társadalmi munkában, juttatások és költségtérítések nélkül végzi. A következőkben az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, szeretettel köszöntjük. Üdvözlök mindenkit! Hát egy nagyon kellemetlen, titkolt, kínos, kényes témával érkeztünk ma ide. Ez az inkontinencia vagy vizelettartási probléma. Ugye a reklámokban azt látjuk, hogy hölgyek és urak egy bizonyos kor után önfeledten kerékpároznak pelenkában, illetve különféle olyan betétekkel, melyek segítségével nem láthatóak a világ számára az inkontinencia. Ugye az inkontinenciára biztos, hogy nem megoldás az, hogyha valaki pelenkát kezd el hordani. Milyen lehetőségek vannak? Egyáltalán mitől alakul ki az inkontinencia? Hát ez elsősorban azért hölgyeket érint inkább. Az inkontinencia az arról szól, többféle válfaja van, amiről mi beszélgetni fogunk, az a stressz inkontinencia. Ez egy jó ilyen szó, amivel egyébként. Igen, amit alapvetően volt már beteg, aki úgy értette, hogyha fölidegesítik, akkor elcsöppen. De nem, ez nem arról szól, hogyha valaki az alhasra egy picit nagyobb nyomást helyez, feláll hirtelen, köhög egyet, olyan mozdulatot tesz, amit nem kéne, akkor a húgyhólyagnak az áró izomzata elégtelenné válik, és ott egy pár, először csak egy pár csepp, aztán talán egyre több elcsöppen. Hát ez amikor az ember azt mondja, hogy bepisilek a nevetéstől? Például igen, igen, az is tud lenni. Na most ebben az esetben a kismedencében a húgyhólyag, a hólyagnyak, a hólyagnyak beidegzése, a húgyhólyag beidegzése, az egésznek az összhangja az egy kicsit felborul. Tehát nem tud a hólyagnyak, nem tud a húgyhólyag záró izomzata akkora nyomást képviselni, hogy a vizeletet a hólyagban bent tartsa az illető, és akkor ennek a következménye az, hogy elcsöppen. Most ezt azért tényleg sokan szokták titkolni, sokan szokták rejtegetni, ilyenkor általában az jár az illető fejében, hogy biztos megint szagomban, biztos nem mehetek közelebb a másikhoz, mert ezt megérzi rajtam. És ez egy ilyen bezárkózás van általában maga után, mert az illető beteg szégyeli azt, ami betegsége neki van. Nem kell igazán ezt szégyelni, az a megoldás, amiről itt fogunk beszélni, illetve az a kezelési lehetőség, amiről itt szó lesz, az igazándiból egy műtétmentes és egy fájdalommentes segítség ebben az egészben. Na, ezek nagyon fontos kulcsszavak, hogy műtét igen. És fájdalommentes. Ja, ez a másik, amit szoktak félni persze, tehát igen. Hogyha valakinek azt mondjuk, hogy akkor ezt operálni kell, mert más megoldás nincsen, akkor azért négyszer gondolja át az illető azt, hogy megcsinálja-e vagy nem. Hogyha ezzel szemben azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon rövid elővizsgálatot követően egy úgynevezett non-invazív, tehát a beteg mondjuk belügyeiben nem nagy beavatkozással járó megoldás, akkor azért könnyebben hajlanak rá a betegek, hogy akkor mégiscsak megcsinálják, és hogyha ez azt a hozadékot hozza maga után, hogy innentől kezdve a betétekből kevesebb kell, pelenkát el lehet felejteni, megint részt lehet venni mondjuk a szociális környezetben, akkor onnantól kezdve azt hiszem, hogy nincs mese, ezt érdemes megcsináltatni annak, akinek ilyen baja van. Tehát ez kifejezetten a stressz inkontinenciára egy megoldás. Igen. És ez milyen megoldás? Hogyan zajlik ez? Azt mondta, hogy nincsen műtét, vágás, fájdalom. Mi van akkor? Mi van? Igen, hát azért valaminek lennie kell. Ja, nincs, csak a ráolvasás van, gondolom. Rápistantunk a betegre és meggyógyul, ilyen azért ritkán van. Itt nagyjából arról szól a dolog, hogy ez a nőknél alkalmazható beavatkozás pont azért, mert a beavatkozás maga az a hüvelyen keresztül megy. A beavatkozás lényege az, hogy a hüvelyben egy lézer sugárzó fejegységgel olyan változásokat hozunk létre, és ezáltal a kismedencében olyan változásokat hozunk létre, aminek a végeredménye az lesz, hogy a húgyhólyagnak a zárása az sokat javul. Nyilván attól függ, hogy az illetőnek milyen fokú a vizelettartási zavara, hogyha az van, hogy csak egy pár csepp csöppen el, ami egyébként alapból a kezdete szokott lenni ennek az egésznek, akkor ez a dolog ez megoldódik, az összes többi esetben vagy megoldódik, vagy sokat javul ez az egész, de az teljesen biztos, hogy az a vizelet felfogó rendszer, amit ő eddig alkalmazott, az vagy eldobható, vagy egy kicsit enyhébbre cserélhető. Olyan esetekben, hogyha nincs egy külön szervi elváltozás, ami egyébként hát, indikálja igen, az kell, inkontinenciát, tehát ezért, egy alapos igen, vizsgálat kell, természetes, tehát ezt vagy egy nőgyógyász, vagy egy urológus, ezek behatóan megvizsgálja azt, hogy ilyenkor végül is mi van. Uh-huh.
körül lehet nézni a húgyhólyagban, mert ott is lehetnek olyan elváltozások, amiket, hogyha az ember fölismer, akkor kiderül, hogy hát ez nem is biztos, hogy egy stressz inkontinencia, hanem valami más probléma. Tehát egy előzetes kivizsgálás az mindenképpen része ennek az egésznek. Majd ezt követően, hogyha urológiailag stimmel az egész, tehát az a betegség, amire szeretnénk alkalmazni, és nőgyógyászati vagy urológiai ellenjavallata nincs az egésznek, akkor ezt egy gyors beavatkozással meg lehet csinálni. Tehát akkor stimulálja azokat az izmokat, amelyek vizelet visszatartás segíti? Nem, itt szöveti szinten vannak változtatások, tehát itt a hüvely, ugye ha a kisbedencét megnézem, ott elég nagy népsűrűség. Ott igazándiból a hüvely meg a vizelet elvezető rendszer, azok nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. Tehát hogyha az egyiket befolyásolom, meg annak a környezetét befolyásolom, akkor a másikra is szükségszerűen hatok. Tehát hogyha a hüvelyt befolyásolja, akkor... Az ő közvetlen környezetében elhelyezkedő húgyhólyag és egyéb elvezetett, egyéb záróizmok. Igen, tehát itt kicsit arra kell gondolni, hogy azzal, hogyha én a hüvelynek a helyzetét megváltoztatom, azzal kicsit átrendeztem az egész kis medencét. És onnantól kezdve a húgyhólyagnak a helyzete megváltozik, az a nagyon kritikus szög, ami a húgyhólyag teste és a hólyag nyak között van, az is megváltozik, és a záróizomnak a működésében ez a szög ez nagyon hangsúlyosan szerepel, hogy ez jó tud működni, vagy nem. És ezzel az eljárással hegesítem egy kicsit a hüvelyt, szűkítem egy kicsit a hüvelyt, a környezetét ezáltal meghúzom, ezzel a vizeletnek a tartása ez drámaian tud javulni. Gondolom akkor itt is nagyon sok olyan pozitív történettel találkozhattak, amikor valakinek az életminősége drámaian javult attól, hogy megoldódott ez a nagyon kellemetlen probléma. Azt szoktuk látni ilyenkor, hogy ezek a betegek általában kinyílnak. Tehát akkor, amikor az illető tényleg mondjuk, vegyünk idősebb hölgyeket, akik egy kicsit mondjuk meg túlsúlyosak is, azok azért nagyon, nagyon sűrűn szoktak ilyenbe szenvedni, vagy volt valami kismedencei műtétjük, vagy többször voltak terhesek, és a kismedencéjük egy kicsit úgymond megereszkedett, de azoknál lehet látni azt, hogy amúgy egyébként szellemileg fittek teljesen, semmi más problémájuk nincsen, de mégsem megy el társaságba, mégsem megy el egyébként mondjuk kártyaestekre, vagy ilyenekre, mert fél attól, hogy a többiek majd mit szólnak ahhoz, hogy neki szagad. Hatalmas gát lehet. Persze. Na most ezt a gátat, hogyha az ember lebontja, onnantól kezdve gyakorlatilag minden rendbe jön. Tehát pszichésen kinyílik az illető, tényleg menedzselni tudja onnantól kezdve, hogy a barátaival hogy fog a továbbiakba kommunikálni. Hát ez egy elég jelentős változás. Tehát akkor, hogyha valaki inkontinenciával küzd, akkor is érdemes segítséget kérni, akármennyire is, akár ez egy kicsit kínosabb, kellemetlenebb első lépés, viszont utána az eredmény az önmagáért beszél, és az egész élet megváltozhat tőle. Köszönöm szépen a beszélgetést! Munkatársai nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat visszanézhetik a közösségi oldalainkon, kövessenek bennünket az Instagramon is. Viszontlátásra!